Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, október 2-ára és október 3-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok. De vannak az ujjaink jógái is, aminek van gyógyító hatása. Most mutatok egy nagyon egyszerű gyakorlatot. Ez segít lélegzési megbetegedéseknél, és erősíti a szívünket. Az ujjainkat így összefűzzük. Belélegezésnél összenyomjuk, kilélegezésnél kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. Persze kint a szabadban, a friss levegőn vagy nyitott ablaknál sokkal előnyösebb. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A hold kihat az érzelmeinkre. A hold befolyással áll, ami a napjainkat illeti. Itt vannak kisebb változások, vagy érezzük a hold energiáját. Az indiai számítás szerint a hold a nyilas jegyében mozog, és itt van mozgás, hiszen a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik. Itt vannak kapcsolatok, utazások, ezek lehetnek külföldi kapcsolatok is. Itt fontos az irány és a tűz eleme, a lelkesedés. Olyan irányba tekints, ami lelkesít téged. A nyilas jegyében van egy nyíl, és mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. És az jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Tekints ebbe az irányba, mert ebbe az irányba kell mozogni, és akkor vannak fontos döntések, változások. Fontos a irány, fontos a tűz eleme, a lelkesedés, és az, hogy mi a kívánságod. A hold egy összefüggésben áll Mars bolygóval, egy összefüggésben áll Vénusz bolygóval is. Mars bolygónál, tehát a férfiaknál bizonytalanságokat vált ki, különösen, ha döntésekről van szó. Nálunk hölgyeknél megvan a belső feszültség, hiszen 3-án félhold van, és ilyenkor mindig belső feszültségekről van szó, azon kívül hiányzik valami. Így érezzük, ezúttal hiányzik a levegő eleme, a döntések, a tervek, a kommunikáció és a könnyűség. Úgy tudjuk kiegyensúlyozni ezt, ha lélegzünk, ha fellélegzünk, ha megvan a játszadozás, a könnyűség, és megvan az irány, a mozgás, és tudsz ezekről a tervekről beszélni. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. 2-án a hold a Mula holdházban van. És ez jelenti a gyökereket, az alapokat, a biztonság érzetét. 3-án félhold van, érezni fogjuk a feszültségeket, kicsit hiányzik a levegő eleme. Ezen a napon a hold a Purva Ashada holdházban van. Ami azt jelenti, ha kiépíted itt az alapokat, akkor itt lesz győzelem, siker, nyereség, de kell kicsit a türelem. Mindkét napon, 2-án is, és 3-án is Nunki csillag befolyásolja az eseményeket.
A babilóniaiaknál és az asszíroknál Nunki csillag az volt egy bizonyos hely, amit ők értékeltek, egy ilyen isteni csodát vártak el ettől a helytől, ami a mi időnket illeti Nunki csillag mutat egy bizonyos helyet, ami erősít téged. Ez a Purva Asada holtház felett a víz istene vagy istennője uralkodik. Tehát egy olyan hely kell, ami erőt ad számunkra, és víz van a közelben. A mai napon van egy úgynevezett Sunapha jóga, ami a holdat illeti. Tehát itt megvannak az elképzelések, a vágya, kell egy irány, ebbe az irányba tekinteni, és ez kialakul, hiszen ami a jövőt illeti, Szaturnusz bolygó befolyásolja az eseményeket, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy meglegyenek most az alapok, meglegyen a hited, amire kiépítesz valamit, amit elérni szeretnél, és akkor itt a következő napokban kialakul valami, tehát láthatóvá lesz valami. De kell egy kis türelem, amíg így lesz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!